Becsuknánk a szemünket, talán a Riói Karneválon éreznénk magunkat. Pedig itthon vagyunk, Zalában, ahol 11 éve működik a keszthelyi Bumba Tukáda ütős zenekar. Alig akad a megyében rendezvény, ahol ne dübörögne fel az utcákon, tereken a karneváli ritmusdömping, még télen is. Gombos László, a keszthelyi Festetics alapfokú zeneiskola ütős tanára, évekig hajókon zenélt, dobolt, 11 éve hazatelepült, tanítani kezdett, és létrehozta a formációt barátaiból és tanítványaiból. A zene az arról szól, hogy együtt vagyunk, kiegészítjük egymást, mert én egyedül dobolok, bárhogyan is dobolok, az nem elég. Tehát nekem örömet okoz, de mondjuk aki hallgatja, épp a szomszéd vagy valaki, annak nem biztos. És hallgatható. Ezt bizonyítja a szezonban megyeszerte itt-ott felhangzó ritmikus dübörgés. A kezdetekkor autentikus hangszerek hiány nagy adag kreativitásra volt szükség, mit is szólaltassanak meg. Minden hangszernek készül, csak másra használják. Ennek jegyében Laci sorra vette a leghétköznapibb tárgyakat. Otthon is találunk például egy ilyen kis csövecskét, vízvezeték, vagy nem tudom, mosógéphez bármi, tehát ez nagyon szép ilyen mentális hatása van, hogyha éjszaka kiállunk a szomszéd ablak alá, vagy nem tudom én, tehát bárhol egy meditatív, tehát ahogy így szépen. De megfelelő ritmus hangszer lehet a gitkaparó. Vagy a sütéshez használt őszgerinc forma is. Kőműves kanál, ilyesmi, tehát ez nem tudom, úgynevezett spakni, vagy az ujjacskám, majd próbáltam, hogy így hangmagasság szerint elkülöníteni, és így párokba rendeztem, és akkor ez ilyen agogó bell jellegű, ami használatos ugye a brazil zenékbe. A gardróbban is rejtőzhetnek hangszerek. Mi ezt másra használjuk, nem tudom én, tehát ez egy ilyen triangulum jelleget ölt, és érdekes, és vidám, hogy ilyen fogas tulajdonképpen. Az évek során autentikus battukáda hangszereket is sikerült beszerezniük, mint az egész csapat irányítására szolgáló dobpultot. Besegítek a többieknek is, ilyen kolomb, ilyesmi. Mindezek együttesen adják a Bumba Tukáda hangzást, melyel akár térűző szertartásokat is hangulatosabbá lehet tenni. Az évek során nagyjából 100-an fordultak meg a csapatban, a tucatnyi törzstankhoz mindig csatlakoznak régiek és aktuális növendékek a fesztiválozó közönség örömére. Az igazi siker az az öröm, amit látok az emberek szemében, és látom azt, hogy felszabadultam, bárki odajön és akkor elkezd mozogni. Nekem nem erről szól, hogy most akkor kinek gyorsabb a keze, a zene, arról szóljon, hogy valamilyen érzelmed vált ki az emberből. A siker titka pedig az a felszabadult jókedv, amit a Bumba Tukáda nem csak a zenéjével, de alkalmanként jelmezeivel is kivált a közönségből. Ritmusnak teljesen mindegy, hogy ez brazil vagy afrikai, ez az elsődleges hatása, hogy nem tudjuk miért, de egyszerűen 5 másodpercen belül így kiül a minden, és akkor átvesszük és élvezzük. A csapat nem hirdeti magát, a szájhagyomány viszi őket fesztiválról fesztiválra, hogy terjesszék az életöröm ritmusait. Ahogy Gombos László mondja, addig szeretné ezt csinálni, amíg egyetlen emberrel is látja, hogy csillog a szeme a produkciótól, akár zenészről, akár közönségről van szó.